Április 1-e a bolondok napja. Ilyenkor érdemes figyelni arra, hogy amikor éppen az interneten nézünk híreket, vagy a híradóban, vagy újságot olvasunk, akkor azok a hírek nem biztos, hogy igazak, mert lehet, hogy ott is a bolondját járatják velünk. Április bolondja az, akit április 1-én megtréfálnak és be is veszi a tréfát. És azt találtam ki, hogy a nővéremet fogjuk átvágni, azzal, hogy átalakítjuk a szobáját. Az a tervem, hogy kibakoljuk a Zsófinak az egész szobás szekrényét, és lefotózzuk, ahogy kibakoljuk, és utána elküldjük. Ó, ez a Zsófi kedves nyári blúza. Ezeket a női parfümöket elrakjuk innen. Ez sem kell. Ez sem kell. Ez sem kell. Ez ide. 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 Most, hogy kiemperegtem magam, elküldöm a fotót. Tökéletes. 1, 2, 3. Hogy engedhetted meg neki? Kicsit most szomorú vagyok, mert Zsófi tényleg egy kicsit mérges lett. De szerintem most egy kiengesztelő ajándékot vehetnék neki. Biztos örülni fog neki, és meg fog ezért bocsájtani. De azért hajrá, április bolondjai!